Itt a jó idő, felé lettek a poloskák is. Hazánkban több száz poloskafaj él, de ezek nagy része észrevétlen. szabolcs bereg viszonylag jó helyzetben van, itt nem annyira elterjedtek a poloskák, mint a déli megyékben. Ennek ellenére itt is gyakran találkozhatunk az invazív fajok közül hárommal a zöld vándorpoloskáról, ami afrikai eredetű, a márványos poloskáról, márványpoloskáról, ami ázsiai eredetű, illetve most már egyre gyakrabban észleljük a nyugati levéllábú poloskát, ami pedig észak-amerikai eredetű. Ezek többnyire mind gyümölcs szállítmányokkal, zöldség szállítmányokkal érkeztek az országba, és megtalálták remekül az életfeltételeiket, át is tudnak telelni, elsősorban emberi környezetben tudnak áttelelni, <kül> és mivel természetes ellenségük még viszonylag kevés van, ezért nagyon sikeresen tudnak szaporodni, és nagyon sikeresen tudnak növényi nedveket szívogatni. Így pedig sok kórokozót vihetnek át egyik növényről a másikra, amivel akár a zöldség-gyümölcs is kellemetlen ízűvé válhat. Ezek a poloskák ugyan kellemetlenségeket okozhatnak, nem veszélyesek. Ha véletlenül megcsípik az embert, maximum egy kis bőr irritáció jelentkezhet. Megszabadulni tőlük viszont nem egyszerű. A mezőgazdászok többnyire vegyszeres rovarírtást alkalmaznak, de a szakember szerint ez ágyúval a verébre szintű megoldás, hiszen nem csak a nem kívánt poloskákat tünteti el az adott területről, hanem olyan rovarokat és ízeltlábúakat is, amelyekre szükség lenne. A zöld és a márványos poloskákkal ellentétben komolyan tudja károsítani az ember egészségét a nálunk is őshonos, ágyi poloska. Rendkívül elhanyagolt körülmények kellenek azok, hogy ezek meg tudjanak telepedni, és utána ki tudják fejteni ártalmas tevékenységüket. Ezek viszont már sokkal komolyabb humán problémákat is okoznak, mint az előbb említett fajok, hiszen ezek az emberek vérét szívják, és amellett, hogy nagyon-nagyon sok betegséget tudnak terjeszteni, rendkívül nehezen gyógyuló fekélyes sérüléseket okoznak, tehát amikor ilyen vidám lomtalanítások például foteleket vagy más berendezéseket találunk, és hirtelen jó ötletnek tűnik az előtt érdemes átgondolni, hogy ezeket jó alaposan átvizsgálni, de olyan rendkívül alaposan tudnak elrejtőzni a leg, legkisebb hasadékba, a legkisebb ráncba, hogy ezeket egy nem szakértő ember nagyon nehezen veszi észre. Megszabadulni is nehéz tőlük, mert a párzási időszak zárt helységben egész évben tart, a szabadban pedig csak nyáron. Az állat 13 héten át minden nap rak egy petét, aminek kifejlődéséhez megfelelő körülmények között 4-5 nap is elegendő. A korábban említett poloskák elleni vérekezésben viszont a jól záró, precízen összeszerelt szúnyogháló vagy a szellőző nyílások hálóval való eltakarása is segíthet. A szakember hozzátette hosszabb távon, majd kialakul a természetes ellenségük sora is.